Nem pihentek sokat a kalászi kézisek? Január 3-án már elkezdték a felkészülést, 7-én pénteken pedig az Agrofideto Szese csapatát fogadta a Liga Kupa mérkőzésen a Budakalász kézilabda ZRT. Január 21-én ismét összecsapást rendeztek a sorozatban, ezúttal a Fehérbál Veszprém csapatát fogadta a kalászi alakulat hazai pályán. Yeah.
Az első félidő második felében már sokkal koncentráltabban játszott a budakalászi csapat, így több gólos előnnyel vonultak az öltözőbe az első játékrészt követően. A végeredmény 32-27 lett. Elsőként Tombor Csaba vezetőedző értékelte a látottakat. Igazából azt kaptuk, amit vártunk. Egy nagyon kemény védekezést. Én biztos voltam benne, hogy a Pista megregulázta a saját csapatát, főleg ott az első fél időben ez látszott, hogy azért a megállító faltok minősége az már hasonlított az NB1-es szinthez, nem úgy, mint otthon nálunk. Fiatalok ettől kicsit megijedtek, és ezért vagyok egy picit elkeseredve, hogy ha szintet szeretnének lépni, akkor egy kicsit föl kell venni a páncélmellényt, és oda kell menni, és bele kell állni a faltokba. Ott volt egy kis meingásunk, ami kialakította ezt az 5-6-7 gólos különbséget, ami a végéig kitartott. Ez semmi nem vesz el abból, hogy abszolút megérdemelt volt a Kalásznak a győzelme. Mert sok fiatalra játszunk, megyünk tovább, készülünk, meg kedden megyünk Győrbe.
Csoknyai István, a Budakalász kézilabda ZRT vezető edzője is értékelte a csapatok teljesítményét. Az első fél időben nagyon hatékony és jó védekezésünk volt, és a kapus teljesítmény is megfelelő volt. Igaz, az első 10 perc egy kicsit akadozott, kellett egy bizonyos idő, mire felpörgött a csapat, de utána az gondolom, mint védekezésben, mint támadásban jó játékot játszottunk, kialakítottunk egy nagyobb előnyt, amivel be tudtunk menni a félidőre. A második félidőt már nem tudtuk úgy lehozni. Védekezésben sokat hibáztunk, könnyű gólokat kaptunk, Borbé cseréjével azt gondolom, hogy nagy problémát okozott az ellenfél nekünk, hiszen nagyon sok zicser helyzetet hárított, és ezért nem tudtuk növelni az előnyünket, de összességében mind a két csapat azt gondolom nagyon sokat cserélt, sok játékosnak adott lehetőséget, ami végül is ezeknek a ligakupa meccseknek egyik célja. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom jó dolog volt ez a mai mérkőzés, sikerült nyernünk is, építkeznünk kell tovább, mert még van két hét a bajnokság, és látjuk, hogy még vannak feladatok. Lehetett volna szorosabb, mint már a többiek mondták, itt egy hamar elment a Budakalász, mi a második fél időben ébredtünk fel igazán, ott kezdtük el betartani azokat a taktikai szabályokat, taktikai dolgokat, amiket mi reggel megbeszéltünk. Előre kell tekintenünk, hamarosan kezdődik a bajnokság, még van egy meccsünk a Győrrel a Liga kupában, ahol még építkezünk kell, még a fiatal játékosoknak szokniuk kell ezt a környezetet, nekünk is több felelősséget kell vállalnunk azok közül a játékosok közül, akik most egészségesek és bevethetőek, és hát muszáj előre tekintenünk. Gratulálok a Budakalásznak, teljesen megérdemelten nyernek, és hát hamarosan itt a bajnokság, úgyhogy edzünk ezerrel. Azt gondolom, hogy a szerdai enervált játékképünk után muszáj volt egy kicsit összeráznunk magunkat. Ez úgy, ahogy sikerült, de azért nekünk is van még hova fejlődnünk, mint támadásban, mint védekezésben. Azt gondolom, hogy nagyon jó kis meccset játszottunk a veszprémi fiatalokkal, nagyon ügyesek, abszolút partiban vannak már ilyen szinten is, úgyhogy gratulálok a veszprémi fiataloknak, mert tényleg számomra elképesztő, hogy ilyen fiatalon, ilyen összeszedetten tudnak egyébként játszani. Nekünk meg tovább munka, és jövő pénteken a Magyar Kupát meg kell nyernünk, erre koncentrálunk. Pénteken a Pler csapatához látogat a Budakalász kézilabda ZRT a Magyar Kupában. Jövő héten szombaton pedig az Eger csapatát fogadja hazai pályán a Kalászi Gárda, amivel kezdetét veszi a 2021-2022-es bajnokság tavaszi szezonja.